Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Néma gyilkos, sok szénmonoxid mérgezéshez riasztották a tűzoltókat 2019-ben. Gyermekpornográfia, közérdekű munkára ítélték a fiatal nőt. Gyümölcslevet küldött mobil helyett, újabb internetes csalás történt Tolna megyében. Adóbevallás, már elérhetőek a szükséges információk az adóhatóság honlapján. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Több mint kétszer annyi szénmonoxid mérgezés vagy olyan jellegű eset történt 2019-ben Tolna megyében, mint az azt megelőző évben. A Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szakemberei azt mondják, az esetek növekedésében az is szerepet játszik, hogy egyre több jelzőkészülék van lakossági használatban, amik a szénmonoxidot érzékelve riasztanak. A katasztrófavédelem felhívta a figyelmet arra is, milyen óvintézkedésekkel kerülhetők el a tragédiák és a tűzesetek. Ez az utca bojdult fel tavaly november végén Szexárdon a kiérkező tűzoltó autók és mentők miatt. Az egyik házban ugyanis szénmonoxidot jelzett az érzékelő, ami a gázkazán mellé volt kihelyezve. A ház tulajdonosa azonnal átszellőztette az épületet, de még így is szénmonoxid mérgezést szenvedtek a lakók, akiket a mentők kórházba szállítottak. Több mint kétszer annyi szénmonoxid mérgezés vagy ilyen jellegű eset történt 2019-ben Tolna megyében, mint az azt megelőző évben a Tolna megyei katasztrófavédelmi igazgatóság adatai szerint. Tavaly 15 esetben kellett ilyen esethez kivonulniuk a tűzoltóknak, mondja Bán Attila, a megyei tűzoltósági főfelügyelő. Az elmúlt 8 évben 55 esetben történt olyan jellegű szénmonoxidos esemény, ahol a tűzoltóegységeknek kellett vonulni, és 21 sérültünk volt, akit el kellett a mentőszolgálatnak látni, és sajnálatos módon 2015-ben volt egy halálos áldozatunk is a szénmonoxid mérgezés következtében. Az esetek növekedésében az is szerepet játszik, hogy több szintelen szaktalan gázjelző készüléket szereztek be az emberek, amik a szénmonoxidot érzékelve beriasztanak. A katasztrófavédelem szakemberei azt mondják, általában három okra vezethetőek vissza a szénmonoxid mérgezések. Gyakori probléma, hogy a nyílt lánggal égő berendezés műszaki kialakítása rossz, de az is a gyilkos gáz veszélyes mennyiségű feldúsulásához vezethet, hogy a régi fakeretes ablakokat műanyagra cserélik, aminek a légáteresztő képessége minimális, ezért jelentősen csökken az épületbe bejutó oxigén mennyisége. Szakemberek szerint érdemes szénmonoxid és füstérzékelőt is beszerezni a tragédiák elkerülése érdekében. Ebben az időszakban ugyanis nem csak a szénmonoxid mérgezések gyakoribbak, hanem a lakástüzek is. Ezeket is el lehet kerülni például úgy, hogy nem szárítunk ruhát a felforrósodó gázkonvektorokon. Megfelelő tüzelő anyaggal fűtünk, és rendszeresen ellenőriztetjük a fűtőberendezéseinket. Gyermekpornográfia miatt ítéltek 80 óra közérdekű munkára egy fiatal bonyhádi nőt. A vádirat szerint még 2016-ban küldött el több barátjának egy videót, amin egy 12 éves lány volt látható két fiúval. A felvételt az aktusban résztvevő egyik, szintén fiatalkorú fiú készítette. A most elítélt nőnek nem csak emiatt kellett bíróság elé állnia, garázdaság, testi sértés és becsületsértés miatt is felelnie kellett. A Szexárdi Járásbíróság a fiatalkorú vádlottat gyermekpornográfia vétsége, garázdaság vétsége, könnyű testi sértés vétsége, becsületsértés vétsége és zaklatás vétsége miatt ítélte halmazati büntetésül 80 óra közérdekű munkára. A bíróság az ítéletében megszüntette a vádlottal szemben korábban alkalmazott próbára bocsátást, amellyel próbaidőre helyezte a vádlottat a bíróság, azonban ez a próbaidő eredménytelenül telt el, hiszen a korábbi próbaidő alatt követte el jelen eljárás tárgyát képező bűncselekményeket. Az ítélet jogerőre emelkedett. Újabb internetes csalás történt, egy több tízezer forintos mobiltelefont kínált eladásra egy férfi az interneten, de azt nem küldte el a megrendelőnek, hiába utalta át a mobil árát. A csaló a telefon helyett egy gyümölcslevet adott postára, a miskolci férfit a rendőrök elfogták.
Az interneten kínált eladásra egy több tízezer forint értékű mobiltelefont egy 19 éves férfi. Egy gyanútlan vevő át is utalta a megvásárolni kívánt termékárát a férfinek, de a pénzért nem kapta meg a készüléket. Az átverés itt nem ért véget. A csaló ugyanis telefon helyett egy liter gyümölcslevet küldött a vevőnek, aki azonnal feljelentést tett a rendőrségen. A rendőrök a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható férfit azonosították, a nyomozók gyanúsítottként kihallgatták. A dombóvári rendőrkapitányságon a szükséges eljárási cselekményeket elvégezték, és átadták az iratokat az ügyészségnek. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság szóvívője azt mondja, az internet alkalmas arra, hogy a csalók tévedésbe ejtsék az apró hirdetési oldalakat böngésző internetezőket. A hatóság munkatársa azt tanácsolja, érdemes bővebb tájékoztatást és saját felvételt kérni a termékről, az átvétel, a postázás, valamint a biztonságos fizetés lehetőségeiről. Az eladóval nem árt felvenni a kapcsolatot telefonon is, mielőtt átutalnánk neki a pénzt, sőt még a személyes átvétel lehetőségeiről is felvethetjük neki. Ha ezt elutasítja, érdemes még körültekintőbbnek lenni, mondja a rendőrség szóvívője. Az adásvételről folytatott beszélgetéseket, a telefonszámokat, e-mail címeket, internetes adatokat mindig el kell menteni, így később azonosíthatóvá válik a csaló, és a rendőrség, ahogy ebben az esetben is, kézre tudja keríteni az elkövetőt. Ács Rezső Szekszárd polgármestere nem ért egyet a város közgyűlésében többséget alkotó Éjjel Szekszárd Egyesület képviselőinek azon döntésével, hogy növelték a bizottságok és a tagok számát, mert ez évi 32 millió forintba, 5 év alatt 160 millió forintba kerül Szekszárdnak, amiből több mint 16 ezer négyzetméter járdát és ugyanennyi utat lehetne építeni szerinte. A város vezetője sajtótájékoztatóján hozzátette, nincs hiány Szekszárd költségvetésében, 10,5 milliárd forint van a Tolnai megyeszékhely bankszámláján. Ezek a források az eddig megkezdett és jövőbeli beruházásokra állnak rendelkezésre. A városvezető kiemelte, nem megy bele abba a számháborúba, amit az Éjjel Szekszárd Egyesület generál. A polgármester azt mondja, a képviselőknek acsarkodás helyett a város fejlesztésére és a 2020-as költségvetés összeállítására kellene inkább fókuszálniuk. Ezek a pénzek tulajdonképpen az önkormányzat számláján, ezek az a fejlesztések az rendelkezésre állnak. Ezek a fejlesztések jó részt már a megfelelő eljárásban vannak, tehát elkészültek a tervek, el lehetne kezdeni a beruházásokat. Amennyiben a többség úgy fog dönteni, hogy támogatja ezeket a beruházásokat, ezeket a fejlesztéseket, akkor a szükséges források rendelkezésre állnak. Nyugodt lelkismerettel tudjuk átadni a várost, és tulajdonképpen ezen az alapon kell majd a 2020-as költségvetést az új többségnek Szekszárdon elkészítenie. Nyílt napot tartottak középiskolásoknak a Pécsi Tudományegyetem kultúratudományi pedagógus képző és vidékfejlesztési karán Szekszárdon. Ezen a napon együttműködési megállapodást kötött a szekszárdi kar és a Tolna megyei egészséges iskolák és diákjaikért alapítvány. A közös munka fő célja, hogy a megyében tanuló diákok olyan új információkhoz, kompetenciákhoz jussanak hozzá, melyekkel megalapozottabban választhatnak a továbbtanulási lehetőségek közül. Már elérhetők a személyi jövedelemadó bevalláshoz szükséges információk az adóhatóság honlapján. Tolna megyében a NAV munkatársai idén is több mint 110 ezer magánszemélynek, az egyéni vállalkozóknak és az őstermelőknek is elkészítik a bevallás tervezetüket. A magánszemélyek mellett az egyéni vállalkozóknak és az őstermelőknek is elkészíti idén az adóbevallását a NAV. Azoknak, akik alkalmazottként dolgoznak, nem is kell tenniük semmit, mert a munkáltatójuk által leadott adatok alapján az adóhatóság munkatársai összeállítják a bevallás tervezetet. Az egyéni vállalkozóknak és az őstermelőknek viszont meg kell adniuk, hogy milyen bevételeik voltak 2019-ben. Már hozzáférhetnek a 19 SZIA bevallás webes kitörtő programjához, ami a legegyszerűbben a NAV oldaláról érhető el. Így otthonról az elkészített bevallás kényelmesen elektronikusan beküldhető. A NAV felületet azok is használhatják, akik nem az ügyfélkapun keresztül nyújtják be bevallásukat, sőt a bevallást továbbra is ki lehet tölteni az általános nyomtatvány kitöltő program segítségével, valamint papíron is. Miután az adóhatóság szakemberei elkészítik a bevallás tervezeteket, érdemes azokat leellenőrizni. A NAV által elkészített tervezeteket majd március 15-től lehet megnézni az ügyfélkapun keresztül, illetve akiknek nincs ügyfélkapujuk, azok március 16-áig kérhetik a tervezet postázását többféle módon,
SMS-ben a 0633444304-es számon, levélben a BEF-terv formanyomtatványon, telefonon a 1819-es hívószámon, személyesen az ügyfélszolgálatokon, valamint a NAV honlapján elérhető űrlapon. A bevallásban ugyanúgy, mint eddig, most is lehet 1+1%-ot felajánlani. Ezt egy civil szervezet és egy egyház javára teheti meg bárki. Erről a bevallási tervezetben külön kell nyilatkozni. Megkezdődött Pakson a Gagarin utcai lakótelepen a II. Rákóczi Ferenc általános iskola bejárata előtti füves területen kiépített Street Workout sportpark műszaki átadása. A héten birtokba is vehették az iskolások a felállított sporteszközöket. A park több mint 16 millió forintos állami forrásból valósult meg. A húzóckodásra has, hát és karizomerősítő, valamint lépcsőzésre, függeszkedésre alkalmas eszközöket tartalmazó erősítő gépeket szabadon használhatja bárki a nap bármely szakában a paksi lakótelep központjában. Remekül kezdődött az idei év a dombováriak országos hírű 17 éves sprinter atlétája Farkas Bence számára. A Bécsben megtartott nemzetközi fedettpályás versenyen 200 méteren új egyéni csúccsal 21,34%-dal győzött. Amennyiben Bence a szabadtéren is meg tudja ismételni ezt az időeredményt, vagy csak néhány századdal fut ennél rosszabbat, már is kvalifikálja magát a juniorok idei főversenyére, a Kenyában sorra kerülő világbajnokságra. A dombovári sportbarátok számára nem jó hír, hogy a dolgok jelenlegi állása szerint hamarosan Pécsre az ottani atlétikai klubhoz igazol Farkas Bence, akinek felfedezője és felkészítője a Dovas edzője Tar Imre volt. Regionális híreink következnek Somogy és Baranya megyékből. Bérrendezést akar és sztrájkra készül a szakszervezet, a pécsi buszvezetőket akarják rávenni a munkabeszüntetésre. Részletes kimutatás készül a banki szolgáltatások díjairól, minden ügyfélnek kiküldik a dokumentumot a pénzintézetek. Vékony a jég a Balatonon, veszélyre figyelmeztetnek a szakemberek. Sztrájkra készül a pécsi buszközlekedést bonyolító önkormányzati cégnél az egyik szakszervezet. Január végéig adtak haladékot a városvezetésnek, hogy rendezze a buszvezetők bérét, különben a munkabeszüntetés eszközével élnek. A Tükebusznál működő másik szakszervezet szerint januárban még sosem született erről megállapodás, ezért érthetetlen az érdekképviselet ultimátuma. Keveset keresnek a pécsi autóbuszvezetők, így jogos minden béremelési kérésük, mondja a Tükebusznál működő egyik szakszervezet vezetője. Nálunk tudomásom szerint 340 ezer forint az átlag gépkocsi vezető bruttó fizetés. A cégnél működő másik szakszervezet január 31-ig adott haladékot a cég tulajdonosának, a pécsi önkormányzatnak, hogy emeljen a sofőrök fizetésén, különben sztrájkolni fognak. Hofecker Ferenc szerint ez teljesíthetetlen ultimátum. Annak a tudatában tették ezt, hogy emlékeim szerint az utóbbi 30 évben talán egyszer volt januárban bérmegállapodás, tehát pontosan tudták, hogy nem lesz bérmegállapodás. Egy felelős szakszervezeti vezetőnek tudnia kell, hogy működik egy város, hogy működik egy városi költségvetés, és ezt teljes mértékben figyelmen kívül hagyva hirdette meg a sztrájkot. Én ezzel nem értek egyet, akkor visszakérdeznék a január, február vagy a márciusi béreket, mi alapján fizetik ki, nincs elfogadott költségvetés. Válaszolja a másik szakszervezet, vagyis a szaksz elnöke a kritikára. Dobi István szerint legalább 25%-os bérfejlesztésre van szükség, hogy az autóbuszvezetők ne lépjenek ki a Tükebusztól. Ezt elmondták a tulajdonos önkormányzat vezetőinek is még tavaly novemberben. Kértük, hogy teremtsék meg a költségvetésben a fedezetet, illetve a munkáltatónak is ezzel egy időben, az egyeztetés után egy héttel elküldtük azt a hivatalos megkeresést, amiben a 25%-os bérfejlesztési igényünket megfogalmaztuk. Még péntekig várnak a válaszra, mondja az elnök. Közben felmérték a dolgozók sztrájk hajlandóságát. Dobi István szerint a buszvezetők több mint fele beszüntetni a munkát, ha nem rendezik a bérüket. Ez derült ki a felmérésükből, amit szintén pénteken zárnak le. Ezután arról tárgyalnak a sofőrökkel, hogy melyik napra tűzzék ki a sztrájkot, ha nincs megállapodás január végéig a munkáltatóval.
Részletes tájékoztatást kapnak az ügyfelek a választott banknál igénybe vett szolgáltatások árairól. Január 31-ig minden pénzintézet köteles kiküldeni a díjakról szóló kimutatást. A dokumentumban olyan tételek szerepelnek, mint például a számlavezetésre, utalásokra vagy bankkártyás műveletekre felszámolt költségek. Most a 2019. augusztus és december közötti időszakról kapnak tájékoztatást az ügyfelek, az idei év után pedig minden év elején éves kimutatást küldenek majd a bankok. Január 31-ig küldik meg a bankok minden ügyfélnek az elmúlt 5 hónapban fizetett szolgáltatási díjakról szóló részletes kimutatást, közölte a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője. Binder István elmondta, ez egy európai szinten egységes tájékoztató, melynek célja, hogy az ügyfelek tisztán láthassák, milyen költségek terhelik bankszámlájuk, tranzakcióik vagy bankkártyájuk kezelési költségeit és egyéb szolgáltatásait. A néhány oldalas dokumentum külön-külön sorokba mutatja be azt, hogy milyen számla szolgáltatásra szerződtünk, tehát milyen díjcsomagba vagyunk, milyen szolgáltatásokat tartalmaz az a folyószámla, és külön-külön sorokban összegzi, hogy a számlavezetésre, az egyéb fizetésekre, például utalásokra, beszedésre, a bankkártyás műveletekre mennyit fizettünk. Magyarországon évente mintegy 2000-en váltanak bankot anyagi okok miatt. Ezután azonban előfordulhat, hogy jóval többen fognak, vélekedett a szóvivő. Megkérdeztük a pécsieket, mit gondolnak az intézkedésről. Aki odafigyel, az biztos tud spórolni. És hogyha esetleg magasabb az összeg, mint amire ön számított, akkor váltana bankot? Hát körülnéznék biztos, hogy máshol mennyi. Ez 1000 éve így van, nem? Hogy minden szolgáltatásért lemondnak. És az ember nézi a bankokat, de hát most én már 10 vagy 15 éve egy banknál vagyok, akkor nem szeretnék váltani. Lehet, hogy haszna van, hogy valamire figyelmezteti az embert, nem tudom. Hogyha esetleg az árak magasabbak, mint amire ön gondolt, akkor váltana bankot? A szolgáltatási árak? Hát ha lényegesen, akkor igen. Hogyha csak én módjával, akkor nem biztos, hogy megéri. A magyar banki költségek nem alacsonyak, így ha valaki nem a bankolási szokásainak megfelelő számlát vezet, sokat fizethet a szolgáltatásokért. A Magyar Nemzeti Bank weboldalán bárki ingyenesen használhatja azt az alkalmazást, mely igényeihez mérten a legmegfelelőbb pénzintézetet ajánlja. És hogyha ezeket beütjük, akkor megmutatja ez a bizonyos program, hogy Baranya megyében, akár Pécsen hány bankszámla van még a piacon, ezeknek mik a jellemzőik, és mekkora az utánuk fizetett általánydíj. A kimutatást postai vagy elektronikus úton kapják meg az ügyfelek, az idei után pedig minden év elején részletes éves kimutatást küldenek majd a bankok, tette hozzá Binder István. Egyelőre még nincs a Balatonon összefüggő jégtakaró, helyenként ugyan vékony, hártyás réteg már kialakult, ez azonban még mindig alkalmatlan arra, hogy bárki rámerészkedjen. A balesetek megelőzése érdekében a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság együttműködik a balatoni településekkel, és arra figyelmeztetik a tónál élőket, valamint a turistákat, hogy senki ne menjen a vékony jégre, mert életveszélyes. Hártyás jég hullámzik a Balaton vizén. Bármennyire is szeretnénk, a tó felületén nem alakult még ki összefüggő jégtakaró. Pedig sokan akár Budapestről is leutaznak, hogy a jeges Balatonban gyönyörködhessenek. Lejöttem egy kicsit körülnézni, hallottam, hogy befagyott a Balaton hártyásan, de hát ez igazából nem hártyás. Egy pár évvel ezelőtt hártyásnak mondták, és akkor kipróbáltam, bele is csúsztam. Bár az éjszakai órákban 0 fok alá csökken a hőmérséklet, ez mégis kevés ahhoz, hogy a víz felszíne megfagyjon. Tulajdonképpen már egy hete játssza ezt a Balaton, hogy az éjszaka folyamán, amikor egy kicsit hidegebb van, azért főleg az elmúlt hét elején voltak olyan napok, akkor megjelenik egy viszonylag vékony hártya jég a Balatonnál. Ez azonban nem tartós. Ennek elsősorban az az oka, hogy nem tud gyorsan meghízni a jég. Ehhez az kellene, mondja a szakember, hogy napközben is 0 fok alatt maradjon a hőmérséklet, és a szél ne törje fel a kialakulóban lévő jeget. A hatóságok és az önkormányzatok is fokozott körültekintésre intenek mindenkit a jégre lépéssel kapcsolatban. A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság illetékesei ilyenkor fokozottan ellenőrzik a tóparti területeket és egyeztetnek az önkormányzatokkal. A tél arról szól, hogy rendszeresen tájékoztatnak írásba bennünket a jégre lépés szabályairól,
az ellenőrzések módjáról, és kérik a segítséget, hogy ezt propagáljuk a lakosság körében. Ezen felül minden évben javasolják, hogy amennyiben lehetősége van az önkormányzatnak, és befagy a Balaton, akkor jelöljön ki Korcsolya pályának fix helyet. Ennek értelmében a szakemberek azt tanácsolják, hogy csak akkor tartózkodjunk a jégen, ha az megfelelő vastagságú és szilárdságú, nem olvad és nem mozog. Emellett tilos a szabad vizek jegén éjszaka vagy gépjárművel, vagy kikötők és veszteglő helyek területén tartózkodni. Ha nem vagyunk biztosak abban, hogy az adott településen van-e kijelölt jégpálya, tájékozódjunk az önkormányzat jegyzőjénél vagy a hirdetményekből. Az erdei fülesbaglyot választották a 2020-as év madarának. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 1979 óta hirdeti meg az akciót, melynek célja, hogy minden évben felhívják a figyelmet egy-egy fajra. Az erdei fülesbagoly az egyik leggyakoribb bagolyfaj hazánkban. Egy ilyen példányt mutat a Madártani Egyesület egyik szakembere. Tollazatának köszönhetően jól tudja magát álcázni, így nem könnyű észrevenni ezt a madarat. Nagyon hasznos, mivel rágcsálókkal táplálkozik, egerekkel, pockokkal, ezekre vadászik, és az ilyen enyhe teleken nagy segítséget nyújt, hiszen ezek az állatok ilyenkor is szaporodnak, és bizony mezőgazdaságnak nagy kárt okoznak. Magyarországon az állományának nagyságát 6500 és 12000 pár közé becsülik. A nevével ellentétben érdekessége, hogy egyre többet előfordul lakott területeken. Városokban is, tehát például a nagyvárosok erkélyén költött már többször is. Mivel az erdei fülesbagoly a lakott területeken is jól érzi magát, gyakran éri ezeket a madarakat baleset. Éjszaka az autótok mentén a reflektorban, mint átrepül az utak felett, vagy éppen az úton átrohanó egerek után vadászik, akkor elvakul, nem tudja fölbecsülni a sebességet. És hát itt az autósokon múlik, hogy vigyáznak, lassítanak, hogy el ne üssék. A másik a középfeszültségű vezetékek, ahol általában az oszlopokon lévő kereszttartókra szállva áthúzza a szárnyukon, a lábokon az áram, és ezért pusztulnak vagy sérülnek meg. Az évmadara szavazáson az erdei fülesbagoly kapta a legtöbb voksot. A programot 1979 óta minden évben meghirdeti a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, azzal a céllal, hogy bemutassa a lakosságnak azokat a fajokat, amelyek védelmében a társadalom is tud tenni. Idén is több programmal hívják majd fel a figyelmet az évmadarára, 2020-ban az erdei fülesbagolyra. Híradónk végén Tolna megyei témáink még egyszer röviden. Néma gyilkos, sok szénmonoxid mérgezéshez riasztották a tűzoltókat 2019-ben. Gyermekpornográfia, közérdekű munkára ítélték a fiatal nőt. Gyümölcslevet küldött mobil helyett, újabb internetes csalás történt Tolna megyében. Adóbevallás, már elérhetőek a szükséges információk az adóhatóság honlapján. Pénteken reggel ismét szürke, ködös, felhős idő lesz jellemző ónos szitálásokkal, hószálingózásokkal. Napközben várhatóan kissé megélénkül a szél, így a térségben megvan az esélye a felhőzet elvékonyodásának, kis körzetekben a nap is kisüthet. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, viszontlátásra!